Ez egy 65-be készült speciál ez a villamos, és ez egy olyan nosztalgia, ami sokaknak a gyerekkorát idézi. Több mint 3,5 kilométer fényfüzérrel elindultak Budapest kivilágított villamosai, de hogy mi tetszik igazán az utazó közönségnek, azt megkérdeztük tőlük. Az unokatestvéremnek, az anyukájának a kollégái készítették, és szerintem nagyon szép színesre sikerült. Meg nagyon szépen világít is. Ez hozzátartozik a karácsonyhoz, meg az adventi időszakhoz. Tetszett. Tetszett, szép volt? Igen. Mi tetszett benne igazán? Hát egy hópelyék voltak ott az ablakon. Igyekszünk minden alkalmat megragadni, tavaly is voltunk, és idén se hagytuk volna ki semmiképpen. Szépek a fények? Igen. Mennyi idő egy ilyen villamost így feldíszíteni? Hát ez mindegyik típusnál más időszükséglete van. Ez durván egy hét volt. Csodálatos érzés vezetni, mindig tömeg van rajta. A 6 darabon összesen 100 000, közel 100 000 led van, és az több mint 3 km hosszú. 6 villamos, egy fogaskerekű van feldíszítve, és ami a különlegesége, hogy idén feldíszítettük a kombinót is. Gyereket érdekli inkább, őt hoztuk el most ilyen érdekességképpen, ő nagyon szereti a villamosokat, úgyhogy sokat utazunk velük. Nagyon szép kívülről is, belülről is szép fények vannak rajta, nekem nagyon tetszik. Igazából én már jó régen mentem vele. Nagyon jó, egész évben lehetnének ilyen programok is. Szívesebben száll föl egyébként egy ilyen villamosra? Igen, folyamatosan figyelni kell, hogy merre jár. Önök szívesebben utaznának ilyennel egész évben akár? Én nagy karácsonyörült vagyok, úgyhogy igen, határozott igen. A fényvillamos az eddig is környezetbarát volt, hiszen nem okozott sem, nem fogyasztott el túl sok energiát, illetve a járműveket sem csonkolta. Az az érdekesség, hogy most sokkal több járművön nagy kreativitást mutattak a BKV dolgozók. Én gondolkodtam azon, hogy vajon a kombinót hogyan lehet feldíszíteni, de hát a tetejét nagyon szépen megcsináltak a kollégák.